A légpuskáját tölti ez a fiatal sportlövő a megújult lőcsarnokban a Sóstúji úton. A Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület Target Sprint csapata idén 18 aranyérmet, 10 ezüst és 15 bronzérmet nyert egy országos bajnokságban, a csapat pedig egy beruházásnak köszönhetően megújult helyen készülhet a további megmérettetésekre. A beruházásnak a tárgya az a 10 méteres lőcsarnok felújítása volt. A 10 méteres pályánknak a tetőszerkezete már nagyon elavult volt, illetve sajnos beázott, ezért Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzatának jóvoltából történt meg ez a tetőcsere. Ez körülbelül 12 millió forintba került. Ezen belül az egyesületünk saját forrásból újította fel a belső terét a 10 méteres lőcsarnoknak. Padló burkolatot cseréltünk, a lőállás mozgatógépeket, illetve most már 4 modern elektronikus széltáblával is rendelkezünk. Az ország egyik legmeghatározóbb sportegyesülete a Nyíregyházi, tette hozzá Veres Andrea, aki elmondta, a pártoló tagokkal együtt 130 fővel rendelkeznek. Az egyesület versenyzői idén számos bajnokságról hoztak el dobogós érmeket, emellett Veres Andrea Európa bajnok edző lett októberben a válogatott csapattal. Az átadón Pető László, a Lövész Sport Szövetség tagja elmondta, Nyíregyházán kiváló az utánpótlás nevelés, és a magyarok világviszonylatban is kiemelkedő lövészek. A magyar sportlövészet ma azt gondolom nagyon kiváló helyzetben van. Nagyon jó az utánpótlásunk, sőt, ha már itt vagyunk Nyíregyházan, akkor büszkén mondhatom, hogy itt az utánpótlás egy kifejezetten jó munkát mutat. A kiváló nagy versenyzőink, azt hiszem, hogy a médiában is nagyon szépen megjelennek, és látható YouTube-on, látható Facebookon, látható a Magyar Sportlövész Szövetségének a honlapján, látható médiában, hogy a világranglistákat a magyarok vezetik. Nagyon jók vagyunk. A rendezvényen Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere adta le a lőteret felavató első lövést, amely után a fiatalok birtokba is vették a felújított lőcsarnokot.